A koronavírus elleni védekezés miatt Nyírbátorban is átalakították a tavalyi költségvetést. Emiatt voltak olyan fejlesztési elképzelések, amelyeket végül nem, vagy csak késve sikerült elindítani. Az Európai Uniós és hazai forrásból elnyert beruházások azonban a tervezett ütem szerint haladtak. Ezek nagyjából két csoportra sorolhatók. Egy része infrastruktúrális közlekedéshez kapcsolódó beruházások, ilyen a mögöttünk folyó kerékpárútépítés, ami van belterületen megtelepülés összekötő szakasza, és ilyen az ipari parkba vezető feltáró út, az ipari park infrastruktúrális fejlesztése, bővítése érdekében, hiszen nagyon fontos, hogy a munkahelyteremtések ne álljanak meg, és ez örömmel mondhatom, hogy Nyírbátorban is folyamatos, most is folynak ilyen befektetések, fejlesztések az ipari parkunkban. A jelenleg épülő kerékpárút Nyírbátort és Nyírgyulajt köti majd össze egymással. A 420 millió forintos beruházás várhatóan még a tavasz folyamán elkészül. Még decemberben befejeződött annak a 71 lakásból álló társasháznak az építése, amely az önkormányzati bérlakás program részét képezi. Nagy hangsúlyt fektetnek a nevelési-oktatási intézmények fejlesztésére is a városban. Tavaly szeptemberben új épületegységgel bővült a település egyik egyházi óvodája. Az idei tanév végén pedig belső felújítás veszi kezdetét a reformátusok által fenntartott Bátori Anna általános iskolában. Múzeumfejlesztés indul el a városban, emellett a görögkatolikus egyház bölcsődét épít a településen, és most a napokban született döntés a református általános iskola fejlesztéséről is. Úgyhogy ezek a beruházások elindulnak ebben az évben ütemezetten. Több olyan projektünk van, amiben a megyei önkormányzattal dolgozunk együtt, ilyen a várostörténeti sétány építése. Úgyhogy az élet zajlik, nyilván a körülmények nehezebbek, nyilván a feltételek kiszámíthatatlanabbak, de a fejlesztések nem maradhatnak el. Míg az év első felében inkubátorház bővítése kezdődik meg, az önkormányzat célja, hogy újabb vállalkozásokat csábítson Nyírbátorba, és még több munkahely jöjjön létre. Tervben van emellett a 471-es főút felújítása Mátészalka irányába, melyhez kapcsolódóan egy a várost elkerülő útszakasz építése is hamarosan megkezdődhet.